amiről beszélnék, egy nehéz téma, van, aki már túl van rajta, van, aki még előtte áll, amikor a halál belénk töfi a fullánkját. Magyarul az özvegységről van szó. Az özvegységről. A családi életet ismételten megérinti egy kedves személy halála. Nem mulaszthatjuk el a hit világosságának fölkínálását az ilyen helyzetekben szenvedő családok kísérésére. Magára hagyni egy családot, akkor, amikor egy haláleset megsebzi, az irgalmasság hiánya, egy pasztorációs alkalom elvesztése volna. Ugye a házas hétvégében már régóta, több éve tesszük a özvegyek házas hétvégéjét. Tehát ugye a házas hétvége Magyarországon jelen van jó néhány esztendeje, mondjuk mennyit ünnepeltünk most, ha 35 évet ünnepeltünk, és hát 35 év alatt azért a házas hétvége is produkál özvegyeket. És érdekes, hogy most nem tudom hányadikat tartottuk, vannak ismétlők, akik mindig eljönnek erre az özvegyházas hétvégére. Tehát akarják ugyanazt még egyszer hallani. Tudják, hogy ugyanazt fogják hallani, de ott vannak. Mindig vannak aztán persze újak és újak. És azon gondolkodunk már, hogy egy második számú özvegyházas hétvégi anyagát is elkezdjük. És Pesten, többen voltak Pestről is, legutóbb tanítán lent Szerbiába tartottuk, és Pesten is voltak ottan, és most kezdenek külön is összejönni az özvegyek. Tehát azt gondolom, hogy egy nagy hiánycikk az egyházunkban, hogy az özvegyekkel nem találkozunk, nem törődünk. Ugye a nem tudom melyik kisegyház vagy szekta, az direkt elmegy a temetkezés vállalathoz, és kikéri az özvegyeknek a címét, és elmegy hozzájuk. Mert ezek az emberek rászorulnak a másik vigaszára. Tehát itt azt mondja a Szent Atya, hogy az özvegyekkel nem törődés, magára hagyni egy családot, amikor egy haláleset megsebzi, az irgalmasság hiánya és egy pasztorációs alkalom elvesztése volna. Tehát az özvegyekért való felelősségünk. Ugye a reggeli misénken tényleg ott van néhány özvegy, és szépen elindultak Isten felé. Csak azért, mert valakitől egy jó szót kaptak. Tehát odafigyelni az özvegyekre, ez egy nagyon fontos felelősségünk. Nem volt erre. Szóval az egyházunkból ez kimaradt, nem azért, mert az egyházunk irgalmatlan, hanem valamikor a család körülvette az ilyet. De ma már nem így van. Ott marad a saját házába, lakásába az özvegy, a kutya se nyitja rá az ajtót. Szóval egy egészen más világban élünk ma. Régen az özvegy ember körül ott nyüzsögtek az unokák vagy dédunokák, és inkább csöndre vágyott volna talán, mint hogy valaki megszólítsa. Most pedig senki nem nyitja rá az ajtót. Ilyenkor akik úgy zsöldtörni szoktak, ugye a házasságban azok is magányosak lesznek, és hirtelen egészen másként emlékeznek a házasságukra, mint ahogy az volt. Az ilyen magatartás, tehát a részvétlen magatartás
bezárhatja a kapukat mindenféle más evangelizáció tevékenysége előtt. Tehát a pápa nagyon józanul látja, amikor nem veszünk észre egy özvegyet a környezetünkben, akkor becsaptuk előtte az ajtót az evangelizáció tekintetében. Tehát ezt nagyon meg kéne fontolni, ezt a mondatát a pápának. Tehát az özvegyek elhanyagolása irgalmatlan tett, az evangelizáció ajtajának a becsapása. Ilyen állapotban, az emberben visszatér a hit utáni vágy. Lehet, hogy nem a hit még, de a hit utáni vágy és a hitre való nyitottság az biztos. Megértem annak szomorúságát, figyeljük a pápának a toleranciáját, aki elveszített egy felettébb szeretett szemét, vagy házastársot, akivel mindent megosztott. Maga Jézus is megrendült, és könnyezett egy barátja halála miatt, ugye Lázárról van szó. És hogyan ne értenénk meg annak könnyeit, aki a gyermekét vesztette el. Sose felejtem el, egy felvidéki temetőbe jártam, ottan Kassa környékén, egy fájdalmas szüzanya ünnepi, ugye az a nemzeti ünnepe a szlovákoknak, és mise előtt, hogy egy temető közepén volt a kápolna, vagy mis, templom, nem tudom már milyen, és járok a temetőbe, és nézem a sírköveket, és egyiken ez volt a fölirat, aki még nem veszítette el gyermekét, az nem tudja, mi a fájdalom. Ez volt kőbe vésve ottan. És fájdalmas anyára kellett beszélnem. És hogyan ne értenénk meg annak könnyeit, aki gyermekét vesztette el? Ilyenkor ugyanis, mintha megállna az idő, megnyílik egy mélység, mely elnyeri a múltat és a jövőt is. Olykor vádolják Istent. Mi is sokan, megértem őket. Még meg is haragszanak az Istenre. Tehát egész az ateizmusig eljuthat egy gyászoló ember. Nem egyszer. Ez a fajta ateizmussal mi papként azon legtöbbször találkoztam. Mit tudom, imádkozik az édesanyjáit vagy édesapjáit gyerekként, és mégis meghalt. Szóval ilyenkor, ha gyerek magára marad, nagyon könnyen egy életre szóló hitetlenséget begyűjt. Persze ebben emögött sok minden van. Tehát szeretem idézni azt a gondolatot, miszerint a hit az adni akarja magát az Istennek, a vallásosság kapni akar. És ha nem kap, akkor aztán vessen magára az Isten. Tehát ez nagyon-nagyon fontos tudni. A hitben adni akarjuk magunkat, fájdalmunk együtt az Istennek, a vallásosságban, amikor nincs elegendő hit, ott meg kapni akar az ember. Egyiket az önzés veszényli, a másikat az önátadás. Tehát a hit és a vallásosság, ha együtt van, akkor van normális helyzet. Ilyen helyzetben is. Az özvegység különösen fájdalmas tapasztalat. Vannak, akik özvegyen képesnek mutatják magukat arra, hogy energiáikat még jobban gyermekeikre és unokáikra fordítsák. És szeretetüknek a kifejezésében
új nevelői küldetés lennek. Emlékszem halálesetre, fiatal özvegy három pici gyerekkel, és eljátszotta az erős asszonyt. Nem jó. A gyászt azt felszínre kell engedni. Felszínre kell engedni. Persze, ha visszat akarok mondani, azt is mondhatnám, hogy a sírató asszonynak meghal a férje, és a faluban meghal valaki más is. És hívták síratni. Hogy tudnék én most sírni, mikor meghalt a férje? Ilyen gyász is van azért. De van ez a fajta is, aki nem mer gyászolni. És a gyász ilyenkor hosszan elhúzódik, ott van a felszín alatt, és évekig eltarthat. Engedni kell az érzéseket felszínre jönni, ilyen helyzetben is. Tehát itt a pápa beszél azokról, akik ilyen mindenféle pótmegoldással próbálják eltaposni magukban a gyászt. Azokat, akik nem számíthatnak olyan családtagokra, akiknek oda szentelhetik magukat, és akitől szeretetet és közelséget kaphatnának, a keresztény közösségnek különös odafigyeléssel és készséggel kell támogatnia, főként ha ínséges körülmények között élnek. Kelenföldön a Szent Gellér templomban hatalmas urnatemető van. Ott ma is teszik, hogy külön figyelnek a gyászolókra. Vannak gyászoló csoportok. Éppen most úgy mondom azt, nálunk a Líceum templomban is talán lenne helye ugyanennek. Odafigyelni a gyászolókra. Általában a gyász hosszabb ideig tart, és amikor egy lelkipásztor kísérni akarja ezt a folyamatot, alkalmazkodnia kell egyes fázisaihoz, az egész folyamaton kérdések húzódnak végig, mi volt a halál oka, mit lehetett volna még megtenni, mit él át valaki, ha halál előtt, az imádság és a belső felszabadulás őszinte és türelmes útján visszatér a béke. Ez nagyon sokszor találkozunk, amikor valaki meghal a szeretetje, és tele van önváddal. Hogyha ezt tettem volna, azt tettem volna, ezek nem könnyű fázisok. Itt a Szent Atya lelkipásztorról való szól, de a lelkipásztor felelősségéről, de a lelkipásztor az nem csak papot jelenthet. Tehát hál' Istennek vannak most már olyan katolikus egyházunkban is emberek, akik direkt fölkészültek a gyászolók kísérésére. Tehát itt Pécset sajnos ez a műfaj még nem jött be, pedig segítségre szorulók vannak körülöttünk. Az imádság és a belső felszabadulás őszinte és türelmes útjára visszatalálni. Tehát amikor nincs elfolytva a gyász, hanem az imádság által, az önmagunk iránti türelem által visszatalálni a béke útjára. Ez egy komoly feladat, ebben segíteni az embereket. Tessék, ilyen esetben
aki elfelejtették már az imádságokat, hirtelen eszükbe jut. Persze egyre több olyan gyászoló van, akinek már semmiféle érintettsége nincs a vallásosságtól, az imádságtól. De azért ilyenkor nagyon kevés ember az, aki becsukódik Isten fele. Akadhat, de nem jellemző. A gyász bizonyos pontján segíteni kell azt a felfedezést, hogy ahányan csak elveszítünk egy szeretett szemét, még rendelkezünk valamilyen további küldetéssel, és nem jó hosszúra nyújtani a szenvedést, mintha az lenne a tiszteletteljes magatartás. Ugye itt a házas hétvége keretében, amit végzünk, özvegy hétvégét, ott az egyik, amivel kezdjük, az, hogy igen, elveszítettél valakit, aki fontos neked, de azért nem maradtál egyedül. Az egyik ilyen penzum a házas hétvégében, hogy fölvázolni a kapcsolati hálózatot. Hogy gondold meg, most elment a szeretetted, férjed vagy feleséged, de mennyi kapcsolatotok van? Akár vérszerinti, akár más vonatkozású. Tehát tudatosítsuk a gyászolóban, hogy nem vagy egyedül. Ez egy feladat. Mert akkor hirtelen úgy érzi, hogy teljesen egyedül van. Pláne akinek nincsen gyereke, vagy gyereke külföldön van. Nagyon nehéz helyzetek. De azon túl is vannak kapcsolatok. Egy normális házasságban, családban azért megvannak a kapcsolatok. A szeretett személynek nincs szüksége a szenvedésünkre, és nem tetszik neki, ha romboljuk az életünket. Szóval Benedek pápától valami természeti katasztrófa volt valahol, és megkérdezték a pápától, Benedektől, hogy szabad-e most örülnünk. És azt mondja a pápa, hogy és ha nem merünk most örülni, akkor jobb lesz azoknak, akik ebben a katasztrófában elpusztultak. Tehát a hozzátartozónak jobb lesz a sorsa, ha mi itt marcangoljuk önmagunkat. Segítünk ezzel. Tehát belemenni egy ilyen önmarcangoló szenvedésbe, mert gyászunk van, nem okos. Ezzel nem segítünk annak, akit gyászolunk. A szeretett személynek nincs szüksége szenvedésünkre, és nem tetszik, mondom még egyszer, neki, ha romboljuk az életünket. A szeretetnek nem is az a legjobb kifejezése, ha állandóan emlékezünk rá, és emlegetjük, mert ez azt jelenti, hogy olyan múlthoz kötődünk, ami már nem létezik, ahelyett, hogy szeretnénk azt a valóságos szemét, aki most odaállt van. Tehát önmarcangoló magatartásnak a tévedése az, hogy megsemmisültnek hisszük azt, aki elment közülünk. És nem úgy tekintünk rá, mint aki a szeretet boldogságában él, a beteljesedésben. Ez nagyon kéne. Testvérek, amikor valaki gyász ér, akkor nem tudunk gondolkodni. Először, hogy intézzük a temetés, ez a könnyebb fázis. De amikor elmúlik ez a temetés, meg a mindenféle
részvétnyilvánítás, és ránk tör a magány, akkor úgy, szóval nem szabad úgy gondolnunk a másikra, mint aki megsemmisült. Az ő fizikai jelenléte már nem lehetséges, de a halál erős dolog akkor, mint a halál, olyan erős a szerelem. Tehát a Énekek könyvében idézi, tehát a szeretet, testek, a reláció az megmarad. Azt nem tudja elvágni. Ásuk apa is a nagy harang. Én életemben hiszen nem mondtam olyan esküdvű beszédet, ahogy az ásó is a nagy kapa meg a nagy harang. Az nem ölegendő eszköz, hogy egy igazi kapcsolatot szétszedjen. Az butaság. Butaság. A reláció az marad. Valamelyik ilyen tanulmány a halálról mondja, sokszor szoktam idézni is, hogy amikor egy szeretett kapcsolatban valaki meghal, akkor ahol ő van, ott vagyok már én is, és ahol én vagyok, ott vannak ők is. Gondoljunk a szüleinkre. Tehát a szüleinkkel ontológiai viszonyban vagyunk. Ők nem tudnak megsemmisülni számunkra. Ők meg fizikailag nincsenek itt. De a reláció megmarad. És ahogy öregszünk, azt látjuk azért, hogy ahogy öregszünk, a szüleinknek a mondatai, az akcentusát hordozzuk magunkba. Nem tudjuk levetni. Tehát az ásó kapa meg a nagy harang, az kismiska ahhoz, hogy egy kapcsolatot elfűrészeljen. Ebbe higgyünk. Tehát a fizikai jelenlét megszűnése nem követi a valóságos jelenlétnek a megsemmisülését. Ezt azt gondolom, hogy legalább a szüleink viszonyában, akik már elvesztettük a szüleinket, ezt értjük. A szeretetnek megvan az intuíciója, hogy képes hangok nélkül hallani, látni a láthatatlant, ez nem azt jelenti, hogy elképzeljük a szeretett szemét úgy, ahogy volt, hanem el tudjuk fogadni átalakult formájában, ahogyan most van. Nagyon szerencsétlennek tartom ezt, hogy a némelyek nem temetik el a szeretteiket. Szoktam idézni, egy nagyon idős néni múltkorjában följött hozzám. Mert egy papbácsitól azt hallotta, hogy odaállt már nincs házasság. És ő neki a férje eltűnt már a halálba. És mondja, de én azt mondja, hogy atya, én itt őzöm a férjemet az ágyom fejéné. Azt mondja, és odaállt most, akkor elszakadunk tőle. Jó, mondom, ide figyeljen. Teljesen igaz az, hogy odaadt már nincsen házasság. De a házasság az nem szűnik meg. Ez egy ontológiai valóság. Ez nagyon-nagyon igaz mondató. Tehát nem attól van ott a férje, ezt már nem mondtam tovább, hogy őrzi a hamvait ott a nászágy mellett. Hanem valóságosan ott van, mert házastárs. És a gyerekeiknek nem lesz más apjuk, csak az ő férje. És anyjuk se lesz más, mint ő. Tehát ez az ontológiai valóság. Tehát a hit azért, még talán nem is kell vallásos hit hozzá, hogy ezt lássuk. Tehát mondom, hogy nagyon ellene vagyok az ásókapa meg a nagyharangféle mondókáknak. Mert nem igazak.
A féltámadt Jézus, amikor Mária Magdolna át akarta ölelni a lábát, kérte, hogy ne érintse. Azért, hogy egy másmilyen találkozásra vezesse el őt. Egy nagyon szép jelenet az evangéliumnak, hogy meg akarja ölelni Mária Magdolna, ne érints. Ő már más létformában van. Tehát a meghaltjaink más létformában léteznek, de léteznek. Persze, hogy hiányzik a fizikai közelsége, nem szólhatok hozzá, még nem is zsörtölődhetek vele. De azért hiányozni fog, amúgy nem zsörtölődhetsz vele. Úgyhogy csak minél tovább zsörtölődjetek egymással. Úgyhogy nyugi. Tetszik látni? Vigasztaló tud lenni, hogy akik meghalnak, nem semmisülnek meg. Testvérek, most itt nincs közöttünk friss gyászoló talán, de ezt most kell meggondolni. Tehát akik meghalnak, nem semmisülnek meg. Tehát testvérek, a mi hitünkben olyan szép Jézus mennybe menetele, Mária mennybe fölvétele. Ez mindegyik ünnepnek ez az üzenete, hogy meghalt, és nem semmisült meg. Minden hiszek egybe elmondjuk, és fölment a mennybe, és ő az atyának jobbján. És igazából ennek a mennybe mehet ennek a folytatása emberre alkalmazva, Mária mennybe fölvétele, nagy boldogasszony ünnepe. Tehát a meghalt, nem semmisült meg. És a hit biztosít afelől, hogy a föltámadott soha nem hagy magunkra minket. Ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy a halál megmérgezze az életet, üressé tegye érzelmeinket, a legsötétebb űrbe taszítson minket. Tehát nem szabad engedni, hogy egy haláleset a legsötétebb űrbe taszítson minket. De az kell, hogy ilyenkor gondolkodjunk el ezen. Tehát nagyon-nagyon ismételgetve ezt a szót, hogy aki meghalt, nem semmisült meg. Mi ünnepeljük a mennybe menetelt 2 hét múlva, vasárnap, vagy 1,5 hét múlva, annyi sincsen. És ünnepeljük Mária mennybe fölvételét. Ez nagyon fontos ünnepek. Fontosabbak, mint gondolnak. Testvérek, azért a mi hitünk annyi mindent, hogy mondjam, természetesnek vesz. És az, hogy a hitünknek a gyakorlása a silánnyá válik. Ugye, most nem ide tartozik, de mondom, mert annyira igaz. Tehát ugye van nők napja most, a anyák napja, anyám tyúkja. Szóval régen volt szűz, Mária ünnepek voltak. És nem költ, és mondják is azért hozzáértő emberek, ezek a szabadkőműves ünnepek azért, ezek mindig a családból kiszakítva. Van gyereknap, ugye szűz Máriából együtt ünnepeljük a feleséget, az édesanyát, az özvegyet, minden létállapotot, a szüzességet és az anyaságot. Ez olyan mély titkok, és az, hogy az egyház ünnepet csinál ebből, ez a nő méltóságát ünnepelt, és sokkal inkább, mint most ezek a bolond, nem bolond, csak most ugye éppen anyák napja előtt vagyunk. De figyelnünk kell erre, hogy a mi hitünkben, a hitünk olyan gazdag, és annyi mindent adott az embernek.
Mesélésbe belejövök mostan, hadd mondjam azért el, hogy sokat idézem, egy kis német tanulmányból halálról olvastam, leír egy képet, olyan 18. századi képet. Ez a címe a képnek, hogy a parasztnak a halála. És leírja a képet, azt mondja, hogy a ilyen halálsápot arccal ott fekszik az ágyon a paraszt. Kezében ott van, ez egy ottani tartományban úgy látszik, szokás volt a haldokló keresztje. És akkor a asztalon ott van a szentélygyertya. Az ágy körül ott állnak, vagy térdepelnek a legközvetlenebb hozzátartozók. Mondja ez a leírás, hogy és lesik a haldokló utolsó szavait. És arról meditál ez a szerző, hogy milyen érdekes, milyen szépen a régieknél ott volt a halálnak az immanens valósága, a halálsápott ember, ott volt kezében a kereszt, ott volt a szent egyetja. Egyszerre szembesült a régi ember, épp a vallásosságán keresztül, a halál radikális valósága, és ott volt előttük annak a természetfölötti dimenziója is. Ez volt a régi embernél a halál szemlélet. Emlékszem, öreg apám, ha valaki meghalt a familiából, vagy baráti körből, ismeretségi körből, mondták neki, hogy meghalt, és ez volt a válasz, hogy egyszer születtünk, egyszer meg kell halni. De az, hogy ez a nagyon-nagyon egyszerű válasz volt, emögött azért a kereszténységnek az egész hitvilága mögötte volt. Ugyan egyszerre volt természetes és természet fölötti a halál. Csak onnan kanyarodtam el, ugye, hogy a mennybe menetelés Mária mennybe fölvétele. Tehát ezeket mi ünnepeljük. És ezek az ünnepeken keresztül, hogy öregapám gondolkodásában természetes volt a halál, és valójában természet fölötti, ez volt a régieknek a halál kultúrája, a meghalás kultúrája, a halottak közötti kultúra. Nagyon különbözőek vagyunk most már. Nagyon különbözőek vagyunk. Még egyszer hadd idézem a pápát. Vigasztaló tudni, hogy akik meghalnak, nem semmisülnek meg. És a hit biztos afelől, hogy a feltámadott soha nem hagy magunkra minket. Ezzel meg tudjuk akadályozni, hogy a halál megmérgezze az életet, üressé tegye érzelmeinket, a legsötétebb űrbe taszítson minket. A Biblia arról az Istenről beszél, aki szeretetből teremtett bennünket, és olyanná alkotott, hogy az életünk nem fejeződik be a halállal. Szent Pál arról beszél, hogy közvetlenül a halál után találkozunk Krisztussal, szeretnék elköltözni, hogy Krisztussal egyesüljek, mondja a Filippi levélbe. Ő vele a halál után az vár ránk, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. A gyászmise prefációja csodálatosan fejezi ki mindezt. Ha meg is szomorít a halál kényszere, az ígért örök élet megvigasztal minket. Híveid élete, Urunk,
megváltozik, de meg nem szűnik. Ugyanis szeretteink nem tűnnek el a semmi sötétjébe, hanem a remény biztosít arról, hogy Isten jóságos és erős kezében vannak. Sokszor el szoktam mesélni, hanem van is, aki hallotta tőlem, egyszer Pesten a köztemetőbe temettem. És még hozták ki a ravatalozóba koporsót, oda jön hozzám az egyik sírású. Még azt is tudta, hogy püspök vagyok az öltözékből. Nem mindig szokták tudni, mit jelent az ruhátalap. És akkor azt mondja, püspök úr, ez egy nagyon szép temetés volt. Mondom, mondja, mitől szép egy temetés? Azt mondja, tudja, más alkalommal összejönnek az emberek, cigarettáznak, viccet mesélnek, eléneklik a halottnak a nótáját, és akkor megfogjuk a koporsót, és kivisszük a temetőbe. Szépen megfogalmazta ez a bácsi, fiatalabb volt, mint én, hogy a mai temetési kultúra hova züllött. Hogy elmondjuk a halottnak a nótáját, és ha hozzátok, vigyük. Szóval nem tudnak mit kezdeni a halállal. Viccet mesének, cigarettáznak, mondja ez a halott a sírású. És megdicsérte ezt a temetést, mert tudták, el is mondta, hogy itt tudta mindenki, hogy kell viselkedni. Csöndben voltak, imádkoztak, ott voltak a temetésen. Hát itt pécsi példákat is tudnék mondani. Szóval, hogy lezűlött a temetésnek a kultúrája. Mennyire kifejezi a temetéseinknek a formája azt az űrt, amiben a gyász által belekerülnek az emberek. Itt a pápa atya szépen összegyűjti azt a gondolkodást, ami a miénk. Tehát ez a szó, nem tudom hányszor előfordult ebben a szakaszban, hogy nem megsemmisül a halott. Megváltozik az élete, de meg nem szűnik. Ez a keresztény gyásznak a lényege. Az elhunyt szeretteinkkel való kommunikáció egyik módja az értük felajánlott imádság. Az értük felajánlott imádság. A Biblia mondja, hogy szent és jámbor dolog az elhunytakért imádkozni. Ezt a Makabeusok könyve mondja. A Makabeusok könyve a hellén korszakról szól, amikor ugye a hellének betették a Zeus szobrát a jeruzsálemi templomba, és a zsidók föl, ez a Makabeus csapat föllázad ez ellen. És az hagyján, de ugye amikor a csatatéren elesett zsidókat eltemetik, megtalálják az elesetteknek a testén, a nyakán valami pogány amulettet. És ilyet hordani egy zsidónak, az Isten káromlás. Már nem törődünk semmibe. Miket hordanak az emberek a nyakukba? Úgyhogy valahol mondták, hogy egy bácsi berugott, és talán disznóvágás volt, és szundikált valahol a tornácon, addig a nyakába gerinc darabokat, ilyen csontokat fűztek föl egy macakra, és arra ébredhetett föl. Hát körülbelül mai ember is ilyen, hogy miket hordanak az emberek a nyakukban. Részeg magához tért, továbbá nem szólt a fáma.
Az értük ajánlott imádság nem csak azt jelenti, hogy segítünk rajtuk, hanem azt is, hogy hatékonnyá tesszük az értünk való közbenjárást. Tehát miközben a halottainkért imádkozik, talán ez a gondolat eléggé elsikadt már a hitünkben, aközben megkérjük őket, hogy ők is imádkozzanak értünk. Tehát van ebben egy kölcsönösség. Tehát valahogy egyoldalúan szoktuk ezt szemlélni, hogy imádkozunk a halottainkért, mi katolikusok. És az nem is gondolunk, hogy azzal, hogy imádkozunk értük, erre ők is ösztönzést kapnak, hogy imádkozzanak értünk. Tehát, én nagyon sokat mondogatom ezt, hogy te hiszek egyben mondunk, hogy hiszem a szentek közösségét. Ez nem egy oldalú mondat. És nem csak a megdicsőltekről van szó, hanem a szentmiséknek a kánonja, tehát a úszoltás utáni része, figyeljük meg, hogy a három egyház együtt van emlegetve. Megemlékezünk mindig ugye a pápáról, a püspökről, a papságról, megemlékezünk a meghótjainkról, megemlékezünk a szentjeinkről, és a végén mondjuk, hogy ő általa, ő vele. Tehát az egész egyház együtt van, ott a újfenntartás után. Ez a hiszem a szentek közösségét, ebben mindenki benne van. Tehát amikor a megholtjainkért imádkozunk, akkor kvázi megkéreljük őket, hogy ők is imádkozzanak érte. Értünk. Nagyon szép és nagyon mély gondolat, hogy a pápa ezt leírja. A Jelenések könyve szól a vértanúkról, akik közben járnak azokért, akik igazságtalanságokat szenvednek el a földön. És így szolidárisak ezzel az úton lévő világgal. Tehát még egyszer mondjam, a Jelenések könyve szól a vértanúkról, akik közben járnak értünk, azokért, akik igazságtalanságokat szenvednek el a földön. És így szolidárisak ezzel az úton lévő világgal. Tehát a vértanú egyházról beszél a Jelenések könyve, hogy ők mindig szolidárisak azzal, akik igazságtalanságot szenvednek el. De a szentek közössége ez. Tehát amikor imádkozunk a megholtjainkért, akkor ők is, mint egy ösztönzést kapnak arra, hogy imádkozzanak értünk. És a vértanú tiszteleténél is azt mondja a Szent Atya, hogy a vértanúk mindig szolidárisak azokkal az igazságtalanságokkal szembe, hogy ők is megtapasztaltak a diktatúrák alatt. Gondoljunk az első századok vértanúira. Tehát őket a diktatúra tette el lábalól. És ha gondolunk az 56-os áldozatainkra, igen, tehát ővelük is szolidárisak voltak a vértanúk. Akkor is, meg ma is. Lehet, hogy nem voltak. Ugye katonaságnál voltam hosszú ideig, és ott volt egy imádságunk a katonákért, meghalt katonákért, amiben ez is benne volt, hogy ott haldokolva akármit is mondtak. Abban a vergődésben még meghaltak. Bocsáss meg nekik, és vedd őket magadhoz. Tehát testvérek, azt senki nem tudja, hogy a halál pillanatában
milyen lelki állapotban halunk meg. Én hallottam első péntekesnét, aki összem életében nem káromkodott, úgy tudott káromkodni haldokulva, hogy na. Ezt is megtehetjük. De ő Isten tudja azt, hogy mi az embernek a tette, és mi az emberi tett. Néhány szent halála előtt azzal vigasztalta szeretteit, hogy megígérte, közel marad hozzájuk, és segíteni fog. Liző és Szent Teréz úgy érezte, hogy folytatni fogja a jótékonykodást az égből. Ebből alakult ki a rózsásüt hullatok a földre, ez itt ábrázoljuk Szent Teréz kilizőit a rózsákkal. És ezért szokás, ugye a nyolcbódosság közösségben, vagy a kármelitáknál, hogy Szent Teréz, Kis Szent Teréz ünnepén ugye rózsát hullatnak kórusról, vagy a mennyezetről. Szent Domonkos azt mondta, hogy a halála után többet fog használni, többre lesz képes a kegyelem elnyerésében. Sokszor családok mondják ezt valami, akár gyógyulásnál, akár a gyerek észhöztérésétől, hogy a nagymama kiimádkozta neki. Ezt szokták mondani az öregjeink. És ez nem egészen butaság. Tehát az oda átlévők, mert nem megsemmisültek, mondom újra meg újra, az oda átlévők nem hagyják cserbe az itt maradókat. Ők velünk éreznek, de azért nekünk is velük kell érezni. Ez a halottakért való imádság. Szóval itt a páros atyák, ha közösen imádkozunk, anélkül nincs közös imádság, hogy a halottakért ne imádkoznánk. Tehát, hogy nem csak ígérik, hogy imádkozunk a megholtakért. Mindig mondjuk. Anélkül nem is kezdjük el az imádságot. Tehát azt mondja a Domonkos, hogy a halál után többet fog használni, többre lesz képes a kegyelem elnyerésében. Ezek a szeretet kötelékek, mert az úton lévőknek és Krisztus békéjében elszenderült testvéreknek egysége a legkevésbé sem szakad meg, sőt az egyház mindig vallott hite szerint a lelki javak közösségében erősebb lesz. Tehát van ez a kifejezés a katolikus teológiában, a thesaurus ecclesiae, az egyház kincstára. Tehát van egy ilyen képzeletbeli kincstára az egyháznak, ahol a meghalt szentek érdemei ott vannak, és abból részesülünk mi is. Tehát ha meghaltak, ugye ez nem csak mesebeszéd, többet tudnak segíteni az élőkön, mint életükben. Persze, mikor ott maradt egy nagy család árva, persze, hogy az édesanyja hiányzott a gyerekeknek, de azt nem szabad tagadnunk, hogy ebből a Thesaurus ecclesiéből azért tudtak ők segíteni továbbra is gyermekeiknek. Ha elfogadjuk a halált, fel tudunk rá készülni. Tehát a keresztény ember nem azért emlegeti a halált, hogy nyalogassa a saját sebeit, és már előre elsírassa önmagát, hanem hogy fel tudjunk rá készülni. Tehát ha elfogadjuk a halál valóságát, mi ne fogadnánk el. Ez a mai embernek a szerencsétlensége, nem? Hogy úgy él, hogy elhajsul se halunk meg. Pedig naponta találkozik a halál tényével.
És azt mondják, mi hívők vagyunk. Ő meg hitetlen. Hát ő annyira hívő, hogy amely naponta találkozik a halálvalóságát, nem fogadja el. Azt hiszi, hogy mire jó halálra kerül, akkor már eltörlik a halált. Meglepődik, hogy nem úgy történik. Tehát ha elfogadjuk a halált, fel tudunk rá készülni. Az utitársaink iránti szeretetben való növekedés addig a napig, amelyen nem lesz többé halál, sem gyász, sem fájdalom. Tehát elkísérni valakit a halálig, az egy nagy-nagy cselekedet. Lehet, hogy ismétlen magad, és hosszú elmeséltem már. Ez a legutóbbi eset volt a kórházból étem alatt, hogy egy cigányasszony haldoklott, és nem tudott meghalni a napok óta. És ott volt a rokonsága, hogy szokott a cigányéknál, és hát vettem az erőt magamon, oda mentem hozzá, és nem tudtam, hogy mi a reakció, hogy káromkodni fognak-e, vagy örülni, hogy én pap vagyok, oda mehetek-e mamához imádkozni, mamáért imádkozni, meg a mamával. Erre elkezdtek újongani, hát a mama még ezt is megkapja. És éreztem, hogy nem tud meghalni a néni. És ez sokszor megértem ezt az élményt, hogy oda megyek, köszönök, dicsértességgel, keresztet vetek, és a néni, aki napok óta nem volt magánál, nem reagált semmire. A haldokló tipikus mozdulatával akart keresztet vetni. Paplan alatt vagy paplan fölött akarta a kezét fölemelni, nem tudta. De ez a gesztussal kifejezte, hogy ott van velem és imádkozik. Közben szólt a másik két szobatárs néni, hogy szeretne gyógyulni, mert viszik szociális otthonba, nem tudom, a másik néni, mivel indokolta. Meghallgattam őket, visszamentem a betegszobába, egy óra múlva a néni halott volt. Szóval, amikor az ember el tud kísérni valakit a halálba, ez elveszett. Most a mostani kultúránk ezt, hogy hagyja magára a haldoklót. Régiek azért a haldoklót is, meg a siratás, nagyon, ugye még mikor háztól temettek, persze, hogy fárasztó volt. A tiszta szobában, vagy kint az udvaron fölravatalozva elsiratták a halott. Elkísérték. Tehát még egyszer hadd mondjam ezt a mondatot. Ha elfogadjuk a halált, fel tudunk rá készülni. Az utitársaink iránti szeretetben való növekedés addig a napig, amelyen nem lesz többé halál, sem gyász, sem fájdalom. Beviszi a kórházba, és megtettük a dolgunkat. És várjuk a telefont, amikor meghalt. Így működik az egész. A paravánok mögött. Elkísérni szeretteinket, ha mondjuk a kórházi kultúra ezt is diktálja mostan, bár most már ott is néha odaengedik a hozzátartozott a haldoklóhoz, addig kéne elkísérnünk, míg el nem jut abba az állapotba, ahol nem lesz többé halál, sem gyász, sem fájdalom. Ez a szeretteink elkísérése. Ez kiveszett. Így készülünk a már elhunyt szeretteinkkel való találkozásra. Ahogy a Jézus visszaadta anyjának a halott fiút,
hasonlót tesz majd velünk is. Ne fecséreljük energiáinkat évekig beleragadva a múltba. Minél jobbak vagyunk ezen a földön, annál nagyobb boldogságot tudunk majd megosztani szeretteinkkel az égbe. Mivel inkább érlelődünk és gyarapodunk, tehát mennél inkább érlelődünk és gyarapodunk, annál többet és szebb dolgokat vihetünk magunkkal a mennyei lakomára. Tehát, testvérek, nagyon érdekes ez a gondolat, nincs kifejtve tovább. Tehát azt mondja a Szent Atya, hogy amikor meghalnak a szeretteink, eljutottak oda, ahol nincs halál, nincs fájdalom, semmi jajkiáltás, amit a Földön nem jajvékolunk, hanem éljük az életünket tovább becsülettel, akkor viszünk magunkkal valamit azok számára, akik előttünk jártak a földélet útján. Tehát nem a halálon, tehát ez az egésznek a kulcsmondata, hogy a halál nem megsemmisülés. A halál nem fűrészeli a kapcsolatainkat. Ők is segítenek rajtunk, mi is tehetünk értük. Az imádságot, meg az, hogy tovább folytatjuk azt, amit ők is tettek itt a Földön. És nem üres kézzel találkozunk velük. Köszönöm a figyelmet!